Mai műsorunkban Gyopáros Alpár sajtótájékoztatóját mutatjuk be. Az országgyűlési képviselő a migráns helyzetről beszélt. A bevándorlás veszélye az lényegében nem egy irányból fenyeget, hanem két irányból. Hiszen egyrészt a tavaly évben tapasztalhattuk, hogy a Balkán térségéből, a Balkán felől, alapvetően Közép-Keletről, illetve Afrikából kiindulva több százezer, Magyarországon konkrétan 400 000 ember haladt át az országon Nyugat-Európa felé, és ezért itt ebben a kérdésben elsősorban a kormány feladata az volt, hogy teljesítse egyrészt az Európai Uniós kötelezettségét, másrészt pedig a hazafias kötelezettségét, és megvédje az ország déli határait, amik egyben egyébként az Európai Unió, a Schengeni övezet határai is. Ez volt az az úgynevezett kerítésépítéses történet, amikor először a magyar-szerb határon, majd pedig a magyar-horvát határon a magyar kormány lezárta a zöld határt. Itt mindig el kell mondanunk, hogy itt ez nem egy teljes határzáról van szó, hanem pusztán azt a zöld határt zárta le kerítéssel a magyar kormányzat, amelyen egyébként az átlépés amúgy is illegális. Tehát aki a zöld határon érkezik az Európai Unióban vagy Magyarország területére, az teljes mértékben illegálisan teszi, de a határátkelők a továbbra is nyitottak. Mi azt mondjuk, hogy mindazok, akik jó szándékkal valóban valamilyen háború elől menekülve, esetleg tényleg nem biztonságos országokon keresztül érkeznek Magyarországra, azok előtt tárva nyitva állnak a kapuink, megvizsgáljuk, leellenőrizzük, hogy valóban ilyen országból érkezette, megvizsgáljuk, hogy igazi az útlevele, van-e egyáltalán útlevele, valamilyen úti okmánya, nem hamis okmányokkal érkezik-e az Európai Unióban, és amennyiben valóban háború előbb menekül, és nem talált korábban biztonságos országot, ez egyébként elenyésző töredéke az Európába érkezőknek, azokról valóban az Európai Uniónak gondoskodnia kell, de láttuk, hogy a döntő többségük az sajnos nem háború előbb menekülő migráns, valóban biztonságos országokon keresztül érkeztek, ahol megállhattak volna, ezért kellett felkészülni a magyar kormányzatnak arra, hogy délfelől megvédje a Magyarország határait. Ezzel kapcsolatban, a déli relációval kapcsolatban azért el kell mondani, hogy a jelenlegi közel-keleti, vagy éppenséggel a törökországi helyzet azért az rendkívül bizonytalan. Akik figyelik a külpolitika történéseit, azok láthatják, hogy Törökországban egy rendkívül érdekes folyamat indult el, ami finoman fogalmazva sem nevezhető a európai szemmel nézve demokratikus folyamatnak. Éppenséggel az utóbbi időben arról lehet hallani, hogy Erdogan török elnök, akinek egyébként az elnöki jogkörét folyamatosan szeretnék bővíteni a török politikai elit, arra készül, hogy egy népszavazást írjon ki abban a kérdésben, hogy a török emberek még mindig akarnak-e csatlakozni az Európai Unióhoz, illetve a halálbüntetés visszaállításáról. Mind a két kérdésben jelenleg az érzékelhető, hogy a török emberek jó eséllyel az Európai Uniós csatlakozás ellen fognak szavazni, illetve a halálbüntetés mellett. Ez a két válasz, ez kizárja annak a lehetőségét, hogy rövid távon Törökország az európai integrációs úton maradjon, és az Európai Unióhoz való csatlakozása törekedjen továbbra is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Törökország eltávolodik Európától, és valóban kelet felé, Oroszország felé, Kína felé orientálódik, akkor ez azt jelenti, hogy bármikor megtörténhet, hogy a törökök kinyitják azt a migránsi zsilipet, aminek köszönhetően egy újabb beáramlás indulhat el Európa felé, tehát egy újabb komoly nyomás nehezedhet a déli határa. A másik irány, a másik veszély, ez a bizonyos kvóta történet, amikor arról beszélünk, hogy nem délfelől érkeznek a migránsok a magyar határa, illetve az Európai Unió határára, hanem azok a migránsok, azok az illegális bevándorlók, akik milliószámra érkeztek a tavalyi, az idei évben Európába, nem csak Magyarországon, hanem a földközi tengeren keresztül is, vagy éppenséggel sokan Oroszországon és a skandináv államokon keresztül, ezeknek a migránsoknak, illegális bevándorlóknak az újraosztását tervezi az Európai Bizottság. Október 2-a környékén, amikor a magyar népszavazás zajlott, akkor arról volt szó, az ellenzéki sajtóban azt olvashattuk, hogy az Európai Bizottságnak nincs is kvóta terve. Azóta pontosan tudjuk, hiszen lezajlott több Európai Uniós csúcs találkozó, hogy az Európai Bizottság nem csak hogy fönntartja ezt a kvóta elosztási tervét, hanem kifejezetten presszionálja, nyomást gyakorol az Európai Unió tagállamainak kormányaira, hogy igenis érvényesítsék az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát. Ez azt jelenti, hogy 10 000 vagy akár 100 000 családegyesítéseket követően 100 000 számra érkezhetnének Magyarországra is
olyan illegális bevándorlók, akik aztán menekült státuszt kaptak valamelyik nyugat-európai uniós államban, ott akarnak egyébként letelepedni, de az Európai Bizottság nyomására Magyarországra és a közép-kelet-európai térségbe is nyomnák őket Nyugat-Európából. Magyarország, a magyar kormány határozott álláspontot képvisel a kvóta kérdésében immáron másfél éve, amióta először fölmerült a kvóta kérdés az Európai Bizottságban. Ezért történt egyébként a Fidesz-KDNP-nek az aláírásgyűjtése is, ahol az emberek világosan kifejezték, hogy támogatják a kormányt ebben a kérdésben. Ezért történt a népszavazás, ahol 3,3 millió ember mondott egyöntetű, 98%-os arányban nemet az Európai Bizottság kvóta tervére. Itt újra és újra el kell mondani, hogy egy lényegében a rendszerváltás óta soha nem látott egység jött létre egy kérdésben a magyar társadalomban. Szerintem ez egy fontos dolog. És ez egy világos üzenet volt nem csak a magyar kormány számára, hogy a társadalom támogatja ebben a kérdésben a kormány álláspontját, hanem az Európai Unió számára is. És ennek következtében nyújtotta be az alaptörvény módosító javaslatát Orbán Viktor miniszterelnök, amelyet sajnálatos módon az ellenzéki pártok lényegében egységfrontot alkotva leszavaztak. Tehát az történt, hogy baloldaltól, liberális oldaltól, a zöld pártokon át, a szélső jobboldali Jobbikig egységes ellenzéket alkot ma a parlamenti ellenzék 3,3 millió magyar ember döntésével szemben. Ennek pedig ugye beláthatatlan következményei lehetnek, hiszen természetesen a magyar kormány attól függetlenül, hogy az alaptörvény módosítást nem sikerült elérnie, mindent megtesz annak érdekében az Európai Tanácsban, az Európai Bíróságban, az Európai Parlamentben, különböző fórumokon, más nemzetközi szervekben, hogy meggyőzze az európai kormányokat arról, hogy az Európai Bizottság álláspontja téves, és óriási hiba volna szétosztani az illegális migránsokat Európában, több okból is. Egyrészt azért, mert mi nem akarjuk ezt, a népszavazás ezt világosan megmutatta. Történelmi, kulturális gyökereinket teljesen felborítaná, felforgatná, és egyébként maguk a migránsok sem akarnak sem a közép-kelet-európai térségben letelepedni, sem egyébként mondjuk a Baltikumban, hanem ők kifejezetten azokban a nyugat-európai országokban akarnak letelepedni, ahol lényegében nulla munkavégzéssel, komoly szociális segélyekkel vígan meg tudnak élni, nem beszélve a terror veszélyről, hiszen azok, akik a terrorizmus céljával érkeztek Európában, őnekik Nyugat-Európa a fő célpontjuk. Azonban az történt, hogy sajnos az alaptörvény módosítás elbukott, tehát ezt a garanciális védelmet ma Magyarország nem tudja beépíteni a jogrendjébe. Itt el kell mondani, hogy sajnos a megyebeli ellenzéki képviselők is ellene szavaztak az alaptörvény módosításnak, és a megyebeli képviselők is, elnézést a durva kifejezésre, de hadd mondjam ki, hogy szembeköpték azt a 3,3 millió magyar választópolgárt, aki egységesen kiállt az alaptörvény módosítás mellett, és a kvóta rendszer ellen. Ide tartozik sajnos a Demokratikus Koalíció csornai származású országgyűlési képviselője, tisztségviselője Molnár Csaba, és ide tartozik Magyar Zoltán, a Jobbik elnöke is. Ez egy egészen furcsa együttállás egyébként, amikor arról beszélünk, hogy a Jobbik és a Demokratikus Koalíció, Magyar Zoltán és Molnár Csaba egy akolban, egy táborban mond ellent, mond nemet 3,3 millió magyar embernek, illetve lényegében az egész magyar társadalomnak. Ebből az látszik, hogy ma Magyarországon kvótakérdésben, migránsügyben a magyar emberek egyedül a Fidesz-KDNP-re, a kormánypártokra számíthatnak, az ellenzék pedig nem, mert ilyen vagy olyan okokból az ellenzék úgy látszik, hogy érdekelt abban, hogy Magyarországra migránsok érkezzenek. Ugye Kapuvár mellett található egy volt határőr laktanya Miklós Majorban. Az elmúlt időszakban vetődött fel, hogy netalántán, hogyha megtörténnének ezek a betelepítések valamikor a közeljövőben, vagy a távoli jövőben, akkor ott helyet tudnának biztosítani, lehetőség lenne elhelyezni ott a migránsokat. Mi a helyzet Miklós Major kérdésében? Ugye mi azt mondtuk, hogy a népszavazás időszakában ez felmerült, ez a kérdés. A Jobbik azzal riogatta a kapuváriakat, illetve a rábaközieket, hogy itt a kormány arra készül, hogy migránstáborokat létesítsen az ország különböző pontjain, így aztán a kapuvári volt határőr laktanya a Miklós Major területén is. Mi akkor is elmondtuk, és az álláspontunk ez változatlan. Magyarország nem befogadó táborokat akar építeni, a magyar kormány a meglévő befogadó táborokat is meg akarja szüntetni. Azonban amennyiben Magyarország elbukja azt a szabadságharcot a kvóta kérdésben vagy a migráns kérdésben, aminek az lesz a következménye, hogy Magyarországnak 10 000 szám vagy 100 000 szám kell befogadnia illegális bevándorlókat Nyugat-Európából,
vagy éppenséggel a déli határon érkező illegális bevándorlókat, akkor ezeket az embereket el kell helyezni valahol. Mivel ma a legfontosabb garanciális jogszabályi védelem az alaptörvény módosítása lett volna, és az éppen pont többek között a Jobbik és Magyar Zoltán szavazata alapján bukott el ez a terv, ez azt jelenti, hogy amennyiben ennek a garanciális védelemnek a hiányában realizálódik ez a veszély, és valóban érkeznek kvóta döntés alapján migránsok Magyarországra, akkor igen, a Miklós-Majori kapuvári volt határőr laktanyában el kell helyezni migránsokat is, meg egyébként nem csak Kapuváron, hanem minden olyan településen, ahol valamilyen üres ingatlan rendelkezésre áll, ahova el lehet helyezni ezeket az illegális bevándorlókat. Ezért tehát azt tudom mondani, hogy az a Magyar Zoltán, aki azzal riogatott, hogy a kormány tábort akar nyitni Miklós-Majorban, az ő alaptörvénnyel kapcsolatos nem szavazata valójában egy szalagátvágás volt az új Miklós-Majori befogadó tábor tekintetében. Én nagyon bízom benne, hogy nem jutunk el idáig, és nagyon bízom abban, hogy annak ellenére, hogy a Jobbik és az ellenzéki pártok pártpolitikai érdekük okán mindenféle hetsz kampányokat folytattak, és egyébként megakadályozták az alaptörvénymódosítást. Ennek ellenére a magyar kormányzat a különböző európai fórumokon meg tudja vívni a szabadságharcot, és sikerrel tudja megvívni ezt a szabadságharcot, és el tudjuk érni, hogy ne kelljen Magyarországra illegális bevándorlókat fogadni. Amennyiben azonban ez megtörténik, az alaptörvényi garancia hiányában ez ma úgy néz ki, hogy a Jobbik és az ellenzéki pártok lelkén szárad. Még egy kérdés, a déli határon nagyon sok Rábok közé, Győr-Moson, Sopron megyei rendőr, katona szolgál, védi a hazát azon a részen. Ön mit tud arról, hogy megfelelő módon vannak-e ott ellátva, illetve hát a védelem megfelelő-e, tehát jön mondjuk Szerbia felül egy nyomás, amit lehetett hallani, azt ki tudják-e védeni a katonáink, rendőreink, illetve hát a műszaki zár? Ez nagyon komoly gondot okozott egyébként a Rábok közben is, a Sokoró alján, a térségünkben is, hiszen amikor élőerőt kellett biztosítani, elsősorban a tavalyi évben nagyon sok rendőrt, honvédet, katonát kellett a déli határa csoportosítani. Ugye ezt az élőerőt természetesen a mi térségünktől is elszívta ez a határvédelmi feladat. Ez azt jelentette, hogy addig, amíg ezek a rendőrök a déli határon teljesítettek szolgálatot, addig is hiányoztak nálunk itt a Rába közben, és ezzel is akár még, hála Istennek, a bűncselekmények nem szaporodtak el, de akár még megtörténhetett volna az is, hogy az emberek biztonságérzete csökken ebben az időszakban. Ráadásul, mivel valóban hirtelen kellett ezeket a védekezési mechanizmusokat elindítani, természetesen nagyon-nagyon sok olyan technikai feltétel nem állt rendelkezésre, ami azóta egyébként már megtörtént, hogy csak egy példát mondjak. Korábban a déli határ mentén a kerítésbár felépült, de a kerítés mentén nem voltak kiépített, vagy legalább murvás karbantartott utak, hanem szerencsétlen honvédek, rendőrök, katonák kerítés mentén sárban dagonyáztak, mert nem voltak kiépített utak. Mindezek a problémák jellemzően azóta megszűntek, hiszen nem csak a kerítés áll, hanem az utak kiépültek, figyelőállomások épültek ki, a lent szolgálatot teljesítő élőerő ellátása az teljes mértékben megtörtént. Ráadásul kettő olyan komoly döntés született azóta, ami segíti ennek az élőerőnek a helyben maradását. Magyarán azt, hogy ne kelljen a helyi rendőröket a déli határa vezényelni, vagy legalábbis lényegesen kisebb számban. Egyrészt az új határvadász századok felállításáról szólt ez a döntés a belügyminisztérium keretében, ahol a tervek szerint jó eséllyel akár 3000, de minimum 2000 új határvadászt be tud vonni a rendőrség ebbe a munkába. Ezeknek a határvadász századoknak a felállítása éppen zajlik egyébként. Hál' Istennek nagyon komoly az érdeklődés, több mint 8000 érdeklődő volt ezekre a pályázati állás kiírásokra. Másrészt pedig már a tesztüzemben van ez az úgynevezett harmadik soros okos kerítés, ami azt jelenti, hogy ezen a kerítésen, ennek a kerítésnek a dróthálójában érzékelők vannak, ami azért könnyíti meg a déli határvédelmet, mert abban a pillanatban, amikor az embercsempészek vagy az illegális bevándorlók hozzáérnek a kerítéshez, éppen vágni akarják a kerítést, ezt központilag érzékeli egy rendszer, és pontosan lokalizálni tudja a rendszer, hogy hol történik
a kerítés átvágása, és azonnal oda tud fókuszálni az élőerő. Ez természetesen azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb élőerőre lesz szükség. Nem arról lesz szó, hogy egy kilométerenként vagy 500 méterenként ott kell állnia az adott rendőrnek vagy a katonának, hanem nyugodtan lehet fókuszálni az adott gyűjtőhelyekre vagy várakozó helyekre az élőerőt és a rendőröket, és abban a pillanatban, amikor érzékeli a kerítés a behatolási szándékot, abban a pillanatban oda tudnak fókuszálni arra az adott pontra. Ez pedig megkönnyíti természetesen nem csak a rábok és a sokorolja, hanem az egész ország életét, hiszen a rendőrénk itt tudnak maradni helyben. Köszönöm, képviselő. Köszönöm szépen.